Mikor kezdett el tornázni, és milyen megfontolásból? Nagyon élénk gyerek voltam, belvárosban laktunk, és nagyon kevés mozgási lehetőség volt, bár az én időben ez 1956-57-es évekre visszamenőleg szól ez a történet. Mozgékony gyerek voltam, és édesem úgy gondolt, hogy beírat egy gyerektornára, és a gyerektorna edző elhozott engem a Postás-Sportes Egyesületbe 1957-ben, és én azóta is Postás-Sport Egyesület tagja vagyok. Gyakran visszajár még ide? Nem olyan gyakran, viszont nagyon sok minden köt ehhez a teremhez, mert én itt tanítottam postás óvodásokat testnevelésre, hozták őket ki busszal ide a sporttelepre, 6 óvoda volt, és minden órában hoztak újabb csoportot, én délelőtt letornáztattam őket a szőnyegen, aztán én is mentem haza a saját gyerekeimhez. Mit köszönhet a tornának? Mi az, amiért hálás a tornának? Nyilván egyrészt az alak. Én mindent köszönhetek. Hogyha én nem lettem volna tornász, most nem lennék ki. Nem utolsó sorban azért ennek a sportnak köszönheti a férjét is, hiszen úgy ismerkedtek meg a sport révén. Igen, a Tatai edzőtábor azóta bizonyos nagy tábor, ahol összejöttek a nagy szerelmek és a nagy barátságok. Ez a 60-as évekre húzott, megy vissza. Én 17 éves voltam, Pali 20, tehát ő egyetemista volt, én még gimnazista, amikor Tatán megismerkedtünk, és aztán 1966-ban össze is házasodtunk. Ez egy szép szerelmi történet bontakozott ki a sportból. 52 éve leszünk idén házasok, és hát ugye volt egy kis előzmény is, az udvarlás időszaka. Mit szabadodnak? Hát, mit ajánlasz nekem? Nekünk? Elsősorban neked vaníliát, mert tudom, hogy szereted. Igen, a vaníliát. Köszönöm. Egy étcsokis fekete ribizlit tudnék, és egy most ugye szezon az eper, úgyhogy egy nagyon finom eperfagyit. Köszönöm szépen. Jól néz ki. Nagyon. Köszönjük szépen. Még mielőtt hozzá lehetnénk a fagyhoz, én találtam egy videót az 1964-es Tokiói olimpiáról, amin felemás korláton ezüstérmes is lett. Hát milyen emlékek fűződnek ez a videóhoz? Milyen ezt így visszanézni? Hát nagyon izgalmas, mindig valahányszor visszanézem, és akkor általában, aki még olyan mutatja, aki még nem tudta, hogy milyen gyakorlat volt az, és elsősorban az unokáim csodálkoznak rá, hogy ugye látnak engem most, és el se tudják képzelni, hogy az valamikor én voltam. Hát erre készültem egész kicsi gyerekkorom óta, hogy olimpiára menjek, és ez a Tokiói olimpia volt. Nekem az egy nagyon nagy élmény, sose gondoltam, hogy ezüstérmes leszek. De hát az élet meg a szerencse ezt hozta, és tulajdonképpen ott változott meg az életem.